Megjött az ősz, ezt mutatja a naptár és a hőmérséklet csökkenése is, lassan pedig eljön a fűtési szezon is. Ezzel kapcsolatban megkérdeztük a polgárokat, ők hogyan, mivel fognak fűteni, és beszerezték-e már a tűzre valót. Én növényi maradványokkal fűtök, ezt készítettem be. A toplanán keresztül melegszek, annyit fizetek, amennyit elhasználok, és nem használom azokat a helyiségeket, amelyekre nincs szükségem. Én gázzal fűtök, ennek a jelenlegi ára megfelel számomra, nem a legkifizetődőbb, de a legpraktikusabb. Már májusban bekészítettem a tűzre valót, kemény tüzelőanyaggal melegítek, mi már idősebbek vagyunk és fázósabbak, így egy szezon alatt 20 köbméter fát is elhasználunk. Nem drága a tűzre való, hanem kevés a bevétel, ez a gond. Én a toplanán keresztül fűtök, egyedül élek, van szabályozó a radiátorokon, és télen csak egy szobát fűtök. Itt eszek, itt alszok. Most már késő annak, akinek nem jutott előbeszébe beszerezni a tűzre valót. Én egyébként árammal fűtök, egyedül élek, kicsi a lakásom, nincsenek ilyen gondjaim. Paletta fával fűtünk, mivel a kemény fa drága nekünk. Úgy nézzük, hogy minél olcsóbb legyen, inkább hulladékfával fűtünk és szénnel. 3 tonna szenet és 3 tonna fát használunk el. Én cserépkályhában fával tüzelek, a tűzifa ára úgy hiszem olyan, mint tavaly, 6000 dinár körül. Én ennyiért vettem, már elő van készítve, és várjuk a telet. Gázzal fűtök, nem tudom, hogy olcsóbb-e a fától, be van szerelve, annyit fizetek, amennyit elhasználok. Egy átlagos családnak, amely télen tűzifával fűt, a fűtési szezon alatt 10 köbméter fára 60-tól 70 ezer dinárt kell költenie, a tűzifa fajtájától függően, amit a helyi fatelepek illetékesei szerint ajánlatos minél előbb beszerezni. Van kemény tűzifánk, amelynek ára a rönkökben 5800, vágottan 6000 dinár. Emellett van bálás tűzifánk, ebben 2 köbméter fa van és 8400 dinárba kerül. Van dunai szén, ennek ára 8400 dinár. A lignit szén 7800-tól 8000 dinár. A szárított szén tonnája 13800, ugyanennyi a kőszén is. Ami a mi fatelepünket illeti, nincs fennakadás, a tűzre való kiszállítása is határidőn belül történik, ami 3-tól 10 nap az időjárástól függően. Stanko Zsárit elmondása szerint idén is van elegendő tűzifa, de továbbra is nagy a kereslet, főként amióta hűvösebbek a nappalok. Az elkövetkező időszakban az árak növekedése miatt sem kell aggódni, állítja Zsárit. Az óbecsei vásárlóknak 8-tól 10 hónapos lefizetési lehetőséget is megengedünk, tehát ha januárban 10 részletet kell fizetniük, februárban 9, márciusban már csak 8 részletet, és így tovább. Ez az együttműködés kölcsönösen pozitív, és így időben szállítunk az ügyfeleknek, elkerülve a szeptemberi zűrzavart, amikor mindenki tűzre valót vásárol. Az óbecsei polgárok függetlenül attól, hogy nyugdíjasok vagy munkás emberek, stabil ügyfelek, megbízhatóak.